az előfelolvasott szakaszból, tehát a százados szolgájának a meggyógyításának történetéből olvasom föl a századosnak a mondatát, amit Jézushoz intézett, illetve utána Jézus válaszát erre. A százados így szólt: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba, házamba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Jézus ezt mondta: bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Leó atya nem is szerzetes, mondták róla az idősebb szerzetes társai. Még akkor is így gondoltak rá, amikor Leó atyát megválasztották vezetővé perjellé abba a szerzetes rendben. Leó testvérnél ugyanis minden növendéktársa jámborabbnak, kitartóbbnak, szelidebbnek és elkötelezettebbnek tűnt. Mégis sokan azok közül, akik első ránézésre sokkal alkalmasabbak voltak arra, hogy szerzetesként éljenek, mégis azok közül sokan sorra kiléptek a rendből. Leó atyához hasonló fiatal szerzetesek sorra hagyták ott a rendet. Érdekes módon éppen az maradt élete végéig a legközelebb a szerzetesi eszményhez, akit látszólag a legnagyobb távolság választott el tőle. Amikor a karthauzi monostorban Leó testvért perjellé vezetővé nevezték ki, az első dolga az volt, hogy a templomban a saját kezével ledöntötte azokat a válaszfalakat, amelyek mindaddig elválasztották egymástól a komoly szellemi tevékenységet végző és pappá szentelt atyákat a többnyire fizikai kétkezi munkával megbízott laikus testvérektől. Ez volt az első vezetőként az első dolga Leó atyának. Azt mondta, hogy egy rend egyazon templomában imádkozó tagjai közé nem szorulhatnak válaszfalak. Falak, amik elválasztanak egymástól. Mindig is kísértette az egyház tagjait az, hogy falakat építsenek, sokszor még önmaguk közé is, de a kívülállók felé még inkább. Nem kell, hogy láthatóak legyenek ezek a falak, nem kőből épült falakra kell itt elsősorban gondolni. Elég, hogyha érzik az emberek azt, hogy te soha nem lehetsz közénk való. Te soha nem tartozhatsz közénk. Te nem lehetsz valójában tagja a mi közösségünknek, mert te ilyen vagy, vagy olyan, ilyen a származásod, vagy amit tettél, az téged nem jogosít fel, nem vagy méltó arra. A háború után, a második világháború után az egyik szinte teljesen lerombolt református templomban az első istentiszteletet, amit megtartottak, azt egy tető nélküli, gyakorlatilag romos falak között tartották a templom egykori falai, tető nem volt. Egy akkor tizenéves kislány idős asszonyként mesélt el nekem, emlékezett vissza erre az istentiszteletre, és azt mondta, hogy tiszteltes úr, én örültem, hogy lebombázták a templomot. Én örültem ennek. Azért, mert akkor azon az első istentiszteleten végre nem volt lehetősége a gazdagoknak, a tehetőseknek, az előkelőknek arra, hogy az első sorokba pompázzanak, mi szegények, cselédek meg ülhetünk hátra, mert akkor ez volt a rend. Ott, mondta, akkor mindenki állt. Ott nem volt különbség senki között. Szóval az igazi falak azok soha nem a valóságban vannak közöttünk, hanem lélekben, gondolkodásban, igen, akár még az egyházban is. Reméljük, hogy mi mára már sokkal, de sokkal okosabbak és hitelesebbek vagyunk. Ebben a felolvasott történetben a köztünk lévő falak lebontásáról van szó. Persze, a falak nem csak elválasztanak, hanem akár védenek is. Pár héttel ezelőtt beszéltünk a falakról szintén. Ezért természetesen nem fekete-fehér ez a kérdés sem. Semmiképpen nem azt a félreértést szeretném itt táplálni közöttünk, ami azt mondja, hogy semmi szükség nincsen falakra, semmi szükség nincs arra, hogy
akár emberek között, nem tudom, megállapítsunk különbségeket akkori vagy jelenlegi állapotuk alapján. Igenis azt gondolom, hogy sokszor ezek a falak, legyenek akár szellemi vagy akár fizikai falak, védelemre, önmagunk védelmére, kultúránk védelmére, a jónak vélt életfelfogásunk védelmére is szolgálhatnak. Bizony azért van erre szükség, mert vannak emberek, akik végletesen ki akarják használni. Akár a jó indulatunkat, akár azt, hogy nyitottak vagyunk, akár azt, hogy igen, keresztényként mi úgy gondolkodunk, hogy valójában Isten előtt minden ember egyenlő. Nem kérdés, hogy a felismert különbségekkel, ami emberek vagy társadalmi csoportok között vannak, nekünk kezdeni kell valamit keresztény emberként. Kezdeni kell valamit az önvédelmi mechanizmusainkkal, amikkel védjük a mi jól ismert kis világunkat, gondolkodásmódunkat, megszokott életünket, de nem vehetünk automatikusan mindenkit egy kalap alá. Igenis, képesek vagyunk falakat bontani, és azt gondolom, keresztény emberként kell is falakat bontanunk, de képesnek kell lenni falakat megtartani, ott, ahol arra van szükség. Na, hogy mikor, mire van szükség, ehhez kell igazán nagy bölcsesség. Aki olvassa az evangéliumokat és ismeri Jézus történetét, életét, az tudja, hogy gyakorlatilag Jézus más se csinált, csak falakat bontott. De nem öncélúan tette ezt. Ő mindig valakiért bontott falakat. Azért kezdett Jézus falbontásba, hogy az így keletkezett repedéseken az isteni sugár, fénysugár végre beáradhasson annak az embernek az életében. Pontosan úgy, mint a mai felolvasott szakaszunkban. Ez a történetünk ugyanis csak azért jöhetett létre, mert Jézus nem volt jó hithű zsidó. Nem volt jó hithű zsidó. Ha az lett volna, akkor az a fal, ami évszázadok óta közte, mármint a zsidók és a pogányok között van, sőt, kell, hogy legyen, és ezt beleverték a gyerekekbe, és már ebben nőttek fel, akkor ez a fal nem engedi meg azt, hogy ezen a falon keresztül átszűrődjön ennek a pogány századosnak a kérése, már-már könyörgése. Csípőből el kellett volna, hogy utasítsa ezt Jézus. Sőt, még akár azt is kellett volna üzennie át a falon ennek a szerencsétlen segítségre szoruló embernek, hogy megérdemled a sorsod, mert bűnös vagy, mert pogány vagy, mert istentelen vagy, mert semmire kellő vagy. De Jézus nem volt jó zsidó, hát mit csináljunk? Hát ez a helyzet. Nem volt jó zsidó, legalábbis az őt támadók szemében biztos, hogy nem. Nem tartja a szokásokat, őseink szokását. Szóba áll ezzel a pogány századossal, aki ráadásul az elnyomó hatalmat képviseli. Persze megvolt annak is a magyarázata, hogy a zsidók ebből a választott nép tudatból, hogy fordították ők ezt a túlélésükre. Megvan a válasz arra, hogy ez a fajta gondolkodásmód sokszor a megtartatást jelentette nekik. Igen. De sokszor fel sem tűnt nekik, hogy a kívülállóknak nem az Istenről beszélnek, és nem az Istenről tesznek bizonyságot, hanem önmagukról. Az ő kiválasztottságukról. Nem az igaz Istenről. Azt osztották meg a korabeli hithű zsidók a kívülállókkal, hogy ők kicsodák. Mit gondolnak magukról? Hogy mások miért nem olyan jók, mint ők? Azonban hadd mondjam el, amíg az embernek nincs többje, annál, mint hogy önmagáról mit gondol, addig borzasztó nehéz nyitottnak és felszabadultnak lenni. Amíg csak adnyim van magamról, és csak azt tudom megosztani a világ, hogy én magamról mit gondolok, addig nagyon nehéz nyitottnak és felszabadultnak lenni. Én hiszek abban, hogyha mindenek előtt az lesz fontos nekem, hogy az Isten mit gondol rólam, akkor lesz esély arra, hogy mások is beleférjenek az életembe. Lesz esély arra, hogy ne önmagam körül forogjak csak. Fontos, hogy legyen képem önmagamról, fontos, hogy legyek tisztában a kompetenciáimmal, a képességeimmel, de ha csak
mindig az addig ismert tények fényében értékelem magam, amit eddig tudtam magamról, amit eddig szedtem össze az élettapasztalatokban magamról, akkor egyszerűen beleszorulok egy képbe. Igen, falak közé szorulok. És ezeket a falakat önmagam építem. Jézus ebben tehát újat hozott, a népe megszokott elkülönülő magukat többre tartó gondolkodásánál. És mi volt az új, amit Jézus tett, ahogy Jézus fordult a kívülállók felé? Egész egyszerűen csak ennyi, hogy esélyt adott ennek a római századosnak. Esélyt adott neki. Testvérek, én azt gondolom, hogy minden ezzel kezdődik. Minden emberi kapcsolat ezzel kezdődik. Esélyt adok a másiknak. És ezáltal egyáltalán merem feltételezni azt, hogy a másik változhat. Hogy a másik is lehet olyan jó, mint én. Esélyt kapott ez a pogány százados. Esélyt arra, hogy Jézusban meglássa az Istent, aki nem személyválogató. Aki az embereket szeretné felülemelni, sokszor a lebonthatatlannak tűnő falakon felülemelni. Nem biztos, hogy le lehet bontani minden falat, de felül lehet emelkedni. Erre kapta meg az esélyt ez a százados. Az a százados, aki szeretett szolgálja betegsége miatt fordult Jézushoz. Az eredeti szó, amit szolgaként van fordítva, az jelenthet gyermeket is egyébként, ez egy érdekesség. Sőt, van olyan evangélium, ahol ez a történet úgy szerepel, hogy a gyermeke beteg. Valójában teljesen mindegy is, mert egy dolog a lényeg, ami teljesen egyértelműen átjön, az, hogy ez a beteg valaki, akár szolgálja, akár gyermeke, borzasztó fontos volt ennek a századosnak. Szörnyű kínjait látva eldöntötte, hogy nem mehet ez így tovább. Mindent meg kell próbálnom, mindent meg akarok tenni azért, hogy meggyógyulhasson. Nem széttárta a karját, nem beletörődött, hanem azt látjuk, hogy ez a százados keres, nem nyugszik, és meg akarja oldani azt, ami a kor tudása szerint megoldhatatlan. Én azt hiszem, hogy az ilyen emberek kapnak esélyt az élettől, vagy inkább hadd mondjam így, kapnak esélyt az Istentől mindig. Az ilyen emberek kapnak esélyt. Akik nem hajlandóak belenyugodni abba, ami van, abba, amit ismerünk, abba, ami körülvesz bennünket. Akik hajlandóak esélyt adni nem csak embertársaiknak, hanem esélyt adni az Istennek, hogy mutasd meg magad. Tényleg az vagy, akinek mondod? Tényleg az vagy, akiről a papok olyan szépen beszélnek? Azt, hogy ez a kemény katonaember mert megalázkodni Jézus előtt, az óriási változásokat indított el. Vegyük észre, a csoda ezzel kezdődik. A kemény katona, aki parancsszóhoz van szokva, kér, szinte könyörög. Mi ez, ha nem kilépés az addig megszokott élet felfogásából? Ő parancshoz van szokva. El is mondja, emlékeztek? Adja a parancsot, kapja is a parancsot. Hozzászokott ahhoz, hogy körülveszik olyan emberek, akik szavára engedelmeskednek, és hozzászokott ahhoz, hogy vannak fölötte olyan emberek, akiknek pedig ő engedelmeskedik. A százados kilép a komfortzónájából, nem parancsol, nem elvár, kér és könyörög. Biztos nem lehetett könnyű. Azért, mert nehéz kérni, főleg segítséget. És azt hiszem, ezzel mindnyájan így vagyunk. Én legalábbis magamról tudom, borzasztó nehéz segítséget kérni. Valahogy az embernek olyankor kicsit sérül az önképe, hogy nem igaz, hogy nem tudom megoldani egyedül. Az, hogyha segítséget kérek, az egyben beismerés annak, hogy nem tudom megoldani egyedül. Az eddigi mechanizmusokkal, a magamról alkotott képpel, amit magamról eddig tudok, nem tudok tovább lépni. Valami hiányzik az életemből, teljesen mindegy, hogy ez idő, vagy képesség, vagy erő, egyszerűen nem megy tovább magamtól. Gondoljatok be, ezt egy katona embernek beismerni. Ez kilépés a komfortzónából. Amit szeretnék, azonban az sokkal fontosabb önmagamnál.
És a csoda mindig itt kezdődik az emberi életben, amikor végre önmagamnál fontosabb dolgot akarok, vagy önmagamnál fontosabb dologra szentelem az életemet. Olyan izgalmas az a kérdés, hogy hasonló helyzetben mi mit tennénk. Lehet, hogy itt lennének azok a bizonyos falak, amiket nem tudnánk megkerülni. Vajon mi mernénk segítséget kérni? Vajon mi mernénk az Isten előtt beismerni azt, hogy elfogytam, és rád van szükségem? Jézus hajlandóságot mutat, mert tetszik neki a százados bevállalása. Jézust mindig megérintették azok, akik nem bújnak el a szerepeik mögé, ahogyan arról egy héttel ezelőtt beszéltünk, az álarcaik mögé. Őket mindig megérintették azok, akik a falaik mögül kimertek tekinteni, akik egész egyszerűen mernek emberek lenni. Ha kell gyengék, ha kell erősek, engedik, hogy a bennük szunnyadó emberség kitörhessen és utat találhasson a megoldáshoz. Ezért így szól, szinte meg se várva a katona kérését, ha emlékeztek, így szól, elmegyek és meggyógyítom. Kérned sem kell. Ezt üzeni, kérned sem kell. Már maga ez a lelkület elindítja a csodát, vedd észre. Na és ekkor történik valami, amiért érdemes ezt a történetet újra és újra engedni be a szívünkbe. Egy nem várt dolog történik erre, egy nem várt reakció történik erre. Nem is érthető először. Emlékszem, én is akár gyerekként hallottam ezt a történetet, vagy már később nagyon, annyit gondolkoztam ezen, annyira nem egyen. Miért nem akarja, hogy ez a katona, hogy Jézus elmenjen a házába? Nincs kitakarítva, vagy szégyelli? Miért nem engedi? Sokkal többről van itt szó. A katona áttereli a folytatást egy olyan dimenzióba, amiben sokan nem hittek akkor sem, és ma sem hisznek. És ez a kimondott szavak dimenziója. A kimondott szó ereje. Sokan nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a beszédüknek, annak, hogy mit mondanak ki. Annak, hogy nem értik azt, hogy amit ők kimondanak, az először itt a gondolataikba születik meg. Azután, az még előtt a szívükbe születik meg. Tehát amit én mondok, ahogyan én beszélek, az gyakorlatilag azt árulja el, hogy ki vagyok. A kimondott szó hatalma. Ezt mondja ez a katona ember, Uram, nem vagyok méltó arra, hogy házamba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, parancsokat adok és parancsokat kapok. Nem vagyok méltó. Nem vagyok méltó. De Uram, elhiszem, hogy te képes vagy megtenni azt, amire én nem vagyok képes. Pedig én is elég sok mindent megtehetek, de te több vagy nálam. Én hozzád képes csak kis porszem vagyok. Annyival több vagy nálam, hogy még a gondolatát is szégyellem annak, hogy én fárasszalak téged. Én téged. Hoppá. Hoppá, itt azért felismerhető egy fal, nem? Itt azért felismerhető egy fal, ami ennek a pogány katonának a gondolkodásában, az Istenről alkotott gondolkodásában, vagy az Istenekről alkotott gondolkodásában volt. Egy fal, ami azt gondolja, hogy az Istent fárasztja az én ügyem és az én dolgom. Egy olyan falat árul el ez a katona, hogy ami azt akarja kifejezni, hogy az ő megszokott világában az Isteneket valami kevésbé érdekli az, hogy velem mi van. Pláne nem a szolgámmal, vagy nem tudom, kicsodával. Azért ott volt egy fal, egy hitből fakadó, a hitvilágából fakadó fal ennek a katonának a fejében is. Hát azokról az istenekről, akikről eddig hallott, hát azokat kár is kérni. De itt most mégsem tudok többet tenni, mégsem tudok tovább tenni, egyszerűen esélyt adok. Történjen valami. Nem tudom, hogy te ki vagy, Jézus, de hallottam rólad. Egy biztos. Ha Isten vagy, elég a szavad. Minden Jézushoz közeledő ember akkor is és ma is ugyanígy kezdi.
Milyen bizonyíték van arra, hogy Jézus végre az igazi? Hát milyen bizonyíték van? Az, hogy más ezt mondja? Vagy az, hogy az egyház ezt mondja 2000 éve, ez semmire nem bizonyíték. Semmi bizonyíték nincs, mégis nyitok. Önmagam számára is megfogalmazhatatlan és sokszor érthetetlen, de nyitok. Nincs más esélyem. Ha tényleg az vagy, akinek hiszlek, akkor nem kell, hogy elgyere, hanem csak egy szót szólj. Uram, ha az vagy, akit én szeretném, hogy legyél, akkor a te szavad isteni szó, akkor a te szavad teremtő szó. Nincs szükséged a hagyományos, nem tudom, orvos-beteg találkozóra. Csak egy szót szólj. Értjük már, hogy Jézus miért jegyzi meg ezután, hogy ekkora hittel még nem találkozott a választott nép között sem. Aki hiszi, hogy az Istennek teremtő szava van, az olyan ritka, ezek szerint akkor is az volt, meg valószínű manapság is ritka. Pedig mit olvasunk? Ezzel kezdődik a Szentírás, hogy szólt az Isten és lett. Ebben hiszünk mi keresztény emberek, hogy mi egy olyan Istent imádunk, akinek a szava alkot és teremt. És az ő szava előttünk van a Szentírásban, és mi ezt tanulmányozunk, mi ezzel foglalkozunk. Szólt és lett. Ez a katona megsejtette a lényeget, testvérem. Ő is csak úgy tudott közeledni Jézus felé, ahogyan te is és én is tudok, a falainkon keresztül. Igen, mert ilyen az ember lét. Régi gondolatainkon keresztül. Igen, mert ilyen az ember lét. De közeledett, így esélyt kapva arra, hogy kiderüljön, hogy Jézus tényleg több-e, mint egy bölcs tanító, vagy az ő eddigi hitvilágában trónoló istenek. És csak ezen a módon derül ki egyedül a te számodra is, és az én számomra is, hogy kicsoda Jézus. Zörgessetek, mondja Jézus, és megnyittatik, keressetek és találtok. Elő a csákány, testvérem, és kezd el bontani azt a falat, ami közted és az Isten között áll. Ezt üzeni, Jézus, kezd el bontani, és ha túl vastag a fal, ne aggódj. Én is bontom a túloldalról, csak lépj ki. Abból a megszokott gondolatból, hogy az Isteneket nem érdekli az, hogy velünk mi van, hogy az Isten személyválogató, csak kezd el bontani a falat. Azt olvassuk, hogy meggyógyult a szolga még abban az órában. Még abban az órában. A százados meg az esély után, amit valahol ő adott, de látjátok, ő is kapott, végre bizonyítékot nyert afelől, hogy Jézus Úr. És ő ezek után nem maradhatott ugyanaz az ember. Ezt mi majd úgy mondanánk, hogy hívő lett. Persze, az lett, de ennél valójában sokkal több. Valami olyasmi, amit Carl Gustav Jung 2000 évvel azután valahogy így fogalmazott meg, vagy tudok valamit, és akkor nincs szükségem arra, hogy higgyek. Vagy pedig hiszek valamit, mert nem vagyok biztos abban, hogy tudom. A hit sokkal több, csak mint valami holmi feltételezés. A hit az tudás. Tudom, hogy olyan Istenem van, akinek a szava teremtő szó. Új életet, új esélyt, és egyszer majd új találkozást. Hiszed-e ezt? Amen. Imádságra csendesedjünk el. Hálát adunk, Urunk, a te szavadért, a te teremtő szavadért, a te újjáteremtő szavadért. Hálát adunk azért, mert megismerhetjük, vagy legalábbis elkezdhetjük sejteni, vagy legalábbis valami vonz hozzád bennünket. Köszönjük ezt neked, és köszönjük azt, hogy ez az esély, amit kapott az embervilág, általad, az az esély bennünket egy olyan életre szabadít fel, ahol igenis többé nem rózsaszín leányálom, az, hogy harmóniában, békességben élni magunkkal és a teremtett világgal. Mi hiszünk ebben, Urunk. Hálát adunk ezért a történetért, ezért a katonáért, ezért a szolgáért, az ő betegsége is, mennyi mindent elindított. Köszönjük, Urunk, hogy
hogy kereshetünk téged, és van esély nekünk is hozzád menni. Hisszük, hogy ez az egyetlen esély ennek a teremtett világnak is. Urunk, mi tudjuk, hogy soha nem leszünk többségben, tudjuk, hogy a világ soha nem fog a te tanításod szerint élni. De te nem is ezt várod. Te azt várod, hogy mi, akik felismertünk téged, akik nem csak hiszünk, hanem tudunk is, hát mi legyünk olyanok a világ számára, akiket nézve ők is elgondolkoznak azon, hogy lehet, hogy van annál több és jobb, mint ahogy eddig éltek. Hiszünk ebben, Urunk. Ezért vagyunk, ezért tartjuk fenn a látható egyházat is, de ami még fontosabb, ezért tartjuk fenn, és ezért hiszünk a nem látható elhívásban, hiszünk az emberi kapcsolatokban, hiszünk az egymásra gondolásban, hiszünk abban, hogy ha imádkozunk egymásért, akkor erőt, akkor kitartást nyerhetünk. Köszönjük, hogy soha nem fogunk meginogni ebben a hitünkben. Légy, Urunk, azokkal, akik emlékeznek, légy azokkal, akik a következő héten vagy hetekben fognak ravatal mellett megállni. Add, hogy számunkra hadd lehessünk mi, ez a kis maroknyi gyülekezet, az új esély arra, hogy megismerjenek téged. Amen.